A múlt héten Pintér Attilával ott fejeztük be, hogy nagyon sok problémával küzd a csapat, és hát hetek óta erről beszélünk. Mennyire sikerült kiegyenesedni, mennyire nőttek inkább a problémák a győri csapatnál? Hát már mosolygunk rajta, még gyarapodott azoknak a száma, akik nem tudnak a rendelkezésünkre állni. Megint egy alapemberünket, a Sasát veszítettük el, őnek vannak gerinc problémái, úgyhogy nem könnyű a helyzetünk, de én azt gondolom, máskor is bebizonyítottuk, hogy ennek a csapatnak van tartása. Most is nagyon bízom benne, hogy akik szerephez jutnak ideig, kevesebb lehetőséget kaptak, de régebb óta velünk vannak, azok be fogják bizonyítani, hogy igenis alkalmasak arra, hogy a győri Etó színeiben futballozzon. Ki az, aki most bizalmat kap a kapuban? A Sánt Andris már többször volt olyan, amikor beugrott a Sasa helyett, hiszen a Nyitra oda-vissza vágott, az Európa Ligában ő védte, volt bajnoki mérkőzés is, amikor ő védett. Én azt gondolom, hogy egy megbízható kapus, aki az NB2-ben, amikor véd, rendre jó teljesítmény nyújt. Én azt gondolom, hogy meg fogja tudni mutatni ma, hogy igenis alkalmas arra, hogy itt legyen és számoljunk vele. A másik, amivel fogalmazunk így, mostanában nincs szerencséje az Etónak, az a piros lapok, sárga lapok megítélése. Ugye volt az elmúlt héten is ebből probléma, egy talán kevésbé jogos piros lapról beszélgettünk ott a mérkőzés után. Lehet erre lélektanilag felkészíteni a csapatot, vagy erre nem? Hát mondjuk nyilván egy olyan szituációra, hogy valaki kirobban a sorfalból, nem, de hogy óvatosan, srácok, mert nem vagyunk olyan paszban. A múlttal nem szeretek foglalkozni, és most sem teszem. Előre szeretnénk tekinteni, és a paksi mérkőzéssel szeretnénk foglalkozni. Ez a jelen pillanatban az a feladat, amit meg kell oldanunk, és ezt szeretnénk minél jobban. Jó, akkor bírókkal nem foglalkozunk előtte semmiképpen. Mi a helyzet a paksi csapattal? Az utóbbi hetekben jó formában vannak. Hogy látja ön az ő szereplésüket? Mi az, ahol meg lehet fogni a paksi csapatot? Hát van egy 4-2-3-1-es alapjátékok, amit fegyelmezetten futballoznak, visszazárnak, és abból próbálnak kontrázni. Én azt gondolom, hogy látva itt az összeállítást, hogy a kist kicserélték a magasföldire, biztos, hogy szeretnének itthon is még támadóbban, remélem, föllépni. Úgyhogy felkészültünk a játékokból, azokból a szituációkból, amikből ők veszélyesek lehetnek. Megpróbáljuk viszont a gyengeiket kihasználni. És mi az, amit leginkább a saját csapatában szeretne látni, ami előrelépés? Mindenféleképp azt, hogy jelen pillanatában a csapat nem bírja el, hogyha 8 ember küzd egymásért. Mindenkire szükség van, 11 embernek kell megoldani ezt a feladatot. És amit a mai nemzeti sportban is elmondtam, azokat a gyerekes hibákat, amiket vétünk, azokat minimálisra kell tényleg csökkenteni, hogy ne mi rugassunk gólt az ellenféle, hanem hogyha az ellenfél gólt rúg, akkor azt játsszak, és ne ilyen elforduló szabad rúgás gólokat, és ne olyan gólokat kapjunk, ami mi tesszük lehetővé az ellenfélnek, hanem tényleg játsszak ki. Pintér Attilának nagyon szépen köszönöm, a végén találkozunk. Itt is érkezik Pintér Attila is, aki kicsit gondolataiba merülve, gondolom, hogy elemzi a mérkőzést. Hát pedig megvolt a vezetés, és mégsem sikerült ez a nagyon fontos győzelem. Ugye beszéltünk arról a mérkőzés alatt, hogy azt tudná, egy sikert tudná kilendíteni a csapatot ebből a nehéz helyzetből. Én azt gondolom, a játékosok mindent megtettek a mérkőzésen. Szerintem normális volt a hozzáállásuk. Az első fél időben igaz, hogy kevés volt a kapura lövésünk, és mezőnybe hiába birtokolt a labdák, kevés lehetőségünk volt. De azt gondolom, hogy amit elterveztünk, az sikerült is. 0-0-án. Ha megint azt mondom, hogy a játékvezető nem adott meg egy 100%-os 11-est, azt mondják, hogy minden vereségünket már arra fogok. Tehát nem szeretném ezt, de kétségtelen, hogy amit nyilatkoztam a mai újság, hogy annak a mérkőzésnek fordulópontjai, amit nem mi kapunk meg. Különösen talán nem is volt annyira érdekes ez a 11-es szituáció abból a szempontból, hogy utána vezetést is szerzett a Győr néhány perccel később. De én nem... Megnézzük a 11-et? Én nem gondolom, hogy nem érdekes, hiszen mi vezetünk 1-0-ra és rárugjuk a gólt, az 2-0. Tehát én azt gondolom, hogy döntően befolyásolja a találkozó kimenetelét. Jó, nézzük meg akkor ezt a 11-es szituációt. Először aztán a gólt is eltettük, mert egy jó játék kapcsolat volt, de előbb nézzük akkor a 11-est, ugye itt egy beadás után, gondolom, hogy ezt a középen történt. Ott rántja le, nem? Ott fogta a nadrágját. Itt egy közelebbi képből, bár mondjuk itt talán már a végét le. Ott húzza. Tehát ezen nincs mit mondani, még egyszer mondom, vannak fordulatok a mérkőzésen, megadnak egy szabadrugást, nem tudom megítélni, hogy az volt-e. Ugyanazt nekünk
a vége előtt egy perccel, a Fejér Zolit letarolják, nem adják meg. Még egyszer mondom, nem ezért, de ez egy kicsit sok, meg kell nézni a játékosokat, hogy milyen lelki világuk van, mert érzik ők is, hogy nem kapják meg ugyanazokat a feltételeket, és nem tudom, hogy a játékosok mit okoztak. De még egyszer mondom, megtett a csapat, amit tudott, becsülettel játszott, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem érdemeltünk ma vereséget. Kicsit győri szívmelengetőnek azért eltettük a gólt is, amit a Győr szerzett, és amivel megszerezte a vezetést, hiszen egy olyan játék kapcsolatot egy labdaszerzésből, amiből talán több kellene, és ebből lehetne építkezni, nem? Én azt gondolom, hogy voltak a mérkőzésen többször is ilyen lehetőségeink, nem tudtuk az utolsó passzainkat úgy beváltani, de én azt gondolom, hogy még egyszer mondom, mi uraltuk a játékot, és az történt, amit mi szerettünk volna, egy távoli lövés megint eldöntött a mérkőzést. Sajnos ilyen passzban vagyunk most. Pintér Attilának nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, önöknek pedig a figyelmet.